A természetes vízi élőhely komplex rehabilitációja illeszkedik a magyar tervben foglalt Mikovin Sámuel vizek és zöld felületek programjához, valamint az Eszterházi Gazdaságfejlesztési Program Tatai Mező és Erdőgazdálkodás Fejlesztési Programjához is. Május végére kell tulajdonképpen kész lenni ennek a beruházásnak. Jó halad a kivitelezés, tehát én bízom benne, hogy valóban május végén, június elején már vizet látunk a mederbe egy nagyon komoly fejlesztés történik Tatán, talán a, az öregtó rehabilitációhoz mérhető vagy hasonlítható. Tataiak tudják, hogy az öregtó tófarok részében egy hasonlóan egy komoly vizes élőhely került kialakításra a régi, ugye oda kitermelt iszap helyén. Ennek a beállása mostanra kezd valósággá van, és azt lehet látni, hogy egy fantasztikus, ilyen dzsungeles, nagyon szép rész alakult ki. Nem is nagyon nekünk való, hanem az állatoknak, a madaraknak való terület az. Itt ez az új fejlesztésünk azért még inkább a, a, az egész tó azért a rekreációt szeretné szolgálni, de hosszú távon be fog épülni szépen a tatai életbe. Az új tó és környéke akár új fesztiválok helyszíne is lehet. A Jávorka iskola közelsége pedig az oktatással való egybekapcsolását is felveti. A jávorkásokat nagyon komolyan be akarjuk vonni majd ennek a tónak a fenntartásában, működtetésébe. Szeretnénk, ha azok a tanulók, akik ott tanulnak, már az iskola idejükben megszeretnék a természet közeliséget ilyen értelemben is, hogy közvetlen az iskola mellett van, másrésztről pedig, hogy a napi munkájuknak része lenne. Egy kiváló közjóléti funkciót is nem csak hogy lehet, hanem kell is telepíteni az ilyen beruházások mellé. Nagyon fontos, hogy az emberek, az itt élő emberek is élvezzék, és ki tudják használni az ilyen beruházásokat, amelyek jó lehet elsődlegesen akár vízgazdálkodási vagy természetvédelmi rendeltetésűek, de csak az itt élőknek is kell nyújtson ezt rekreációs lehetőséget, valamint a város az önkormányzat számára akár bevételképző Lehetőségként is tekinthetünk erre a beruházásra, hiszen azért a közöléti funkciók nagyon erősödnek ma Magyarországon, abban a reményben, hogy a kirándulni vágyó családok távoli, messzi országok helyett inkább Magyarország legszebb részeit akarják felkeresni, és ebbe a programba kiválóan illeszkedhetne ez a Réti 8 as is a rendbetétele, ha a környezete alkalmas lesz arra, hogy itt turisztikai desztinációként szolgáljon, akkor azt gondolom, hogy a klasszikus win-win helyzetben vagyunk, úgy sikerül természetvédelmi szempontból fontos beruházást végrehajtani, hogy annak van ökoturisztikai jelentősége is.